Sziasztok! Ez a 2020-as router tesztünk első szereplője, mégpedig a Hex S, amit kinek is ajánlunk, Elkő? Ezt a routert otthoni felhasználóknak ajánljuk, illetve olyan kis irodákba, ahol alacsony klienszámmal kell a routernek dolgoznia, illetve ahol nem sarkalatos pont, hogy a Wi-Fi-t és a router megoldást egy eszköznek kell adnia, hiszen ő benne semmilyen Wi-Fi megoldás nem található. Valamint a tesztünkből, hiszen ugye már megmértük és mi láttuk az eredményeket, arra is figyeljünk ezen router használatánál, hogy olyan helyekre alkalmazzuk, ahol a VPN kapacitás nem egy sarkallatos pontja a hálózatnak. Uh-huh. Igen, egyébként abból a szempontból jó, hogy ugye a MikroTik szoftver konfigurálásába, hogyha bele szeretnénk kezdeni, tanulni, akkor tulajdonképpen a belépőszint is bőven elég, mert ugyanazt a funkcionalitást hozza, mint a nagyobb modellek. Akkor nézzük meg belülről, hogy hogyan is néz ki ez a termék. No, ez gyorsan ment. Amit látunk, hűtőbordát, portokat, USB portot, memóriakártya foglalatot. Geri, te látsz még valamit ezen? Na nézzük akkor bővebben az alkotó elemeit. Az 5+1 portunk az úgy alakul, hogy 5 darab rezes gigabites Ethernet port, illetve egy darab SFP. Van egy mód feliratú gomb az oldalán, ez egy kvázi újdonság a MikroTiknél. Bele meg tudjuk oldani, hogy a gomb megnyomására egy előre leprogramozott script lefut bent a routerben. Hogyha valamiért nem bízunk a saját scriptírási képességeinkben, és mondjuk ha kettős internetbetáplálásunk van, és ezt automatán nem tudjuk megoldani az átállást, akkor ezt a gombot rá tudjuk programozni, hogy váltogasson az egyik internet és a másik internet között, hogyha esetleg valamiért az egyik szolgáltatás megszűnne. Van rajta egy SD kártyafoglalat, hiszen erre a routerboardra Dude szervert is tudunk telepíteni, és ugye az írási műveletek sokkal gyorsabbak egy SD kártyára, mint a beépített tárolóra. Ami még kiemelendő tulajdonsága, hogy az egyes portján AF-AT szabványú POE-val meg lehet őt táplálni, tehát nem csak a DC csatlakozón, hanem szabvány AF-AT-val is el tudjuk indítani a routert. Ugye ő a beugró kategória a tesztünkben. A mérések alatt körülbelül 53-56 Celsius fokot mért a router. Gyanítjuk, ez a CPU-nak a hőmérsékletét mutatta. Áron, esetleg te hozzáfűznél valamit? Van egyéb véleményed? Hát az, hogyha bárki rendelt már távol-keletről, eBay-ről vagy bármiről elektronikai alkatrészeket, és megnézte azoknak a tulajdonságait, akkor gyakran látjuk, hogy festők inkább, mint elektronikai alkatrészeket gyártók csinálják ezeket, és ezt jó látni, hogy ebben az SMD alkatrésztől kezdve minőségi alkatrészeket használnak rendes kivitelezéssel, és ez egy megtervezett folyamatnak a gyöngyszeme, még a legkisebb is. Tehát, hogy ez messze túlmutat azon, amit 3 dollárért vagy 30 centért megrendelünk bárhonnan távol-keletről. Ez szimpatikus egyébként benne. Jó, akkor megnéztük kívülről, nézzük meg belülről is. Blokkdiagram? Vagy mi következik? Nézzük meg akkor a router belső felépítését, azaz a blokkdiagramot. Kettőféle blokkdiagramot szállít nekünk a MikroTik ehhez a routerhez, a switch chip használata esetén, illetve ha nem használjuk a switch chipet, más-más a belső elrendezése a routernek. Hogyan is áll össze akkor ez a router? Van nekünk egy processzorunk, abból elindul 2 darab 1 gigabites busz. Ezek becsatlakoznak az Ethernet vezérlőbe, innen szintén tovább megy 2 darab 1 gigabites busz, amelyre csatlakozik az 5 darab rezes RJ45 port. Tehát 3 az egyikre, 2 a másikra. Erre nagyon figyelnünk kell, mikor portok közti magas sebességet szeretnénk elérni, és mondjuk egy bridge-es konfigurációt alkalmazunk, ahol a forgalom a CPU-ig eljut. Valamint még ki kell emelnünk ezt a felső részt, hogyha az SFP ajzatba beledugunk egy modult, akkor az SFP foglalat úgymond ellopja ezt a felső buszt az Ethernet vezérlőtől, tehát összesen az Ethernet portokra jut 1 gigabit per szekundum sebesség a processzor felé. És akkor nézzük a másik blokkdiagramot. Ha bekapcsoljuk a switch chipet a Hex S belsejében, akkor itt a jobb oldali 1 gigabites buszt megkapják a nem switchelt portok, a másik gigabites buszt pedig a switchelt portok fogják használni.
Hát akkor nézzük meg a mért eredményeinket. Gyorsan, tömören összefoglalva. Bridgelt konfigurációnál, tehát mikor a CPU-t használtuk forgalom továbbításra, 950 megabitet tudtunk elérni, 25%-kal terheltük a CPU-t. Amikor bekapcsoltuk a switch chipet, ugye itt a CPU-t teljesen kivesszük az adatátvitelből, 2 gigabit környékét tudtuk realizálni. Ha felvettünk egy root szabályt a két alhálózat közé, akkor ez a sebesség 1,6 gigabitre csökkent vissza. A natolós és a tűzfalas teszt eredményeit nem olvasnám föl egyesével nektek, láthatjátok itt a videón kiírva, illetve a honlapunkon a videóhoz tartozó cikknél ezt megtaláljátok ott táblázatba szedve. Annyi érdekességet kiemelnék, hogy például a NAT-nál accept szabálynál, ahol igazából semmit nem végez a router, csak beleolvas a csomagba, ott látjátok, elértük ezt az 1,2 gigabites sebességet, míg ugyanezen szabályt, hogy hátállítottuk Masquerade Actionre, ahol már bele is kell írnia a csomag fejlécébe a routernek, ott ez az 1,2 gigabit visszaesett 1 gigabitre, tehát látjuk, hogy itt egy kicsit többet dolgozik a router. Tűzfalnál ugye 10, 25, 50, 75, 100 és 150 szabállyal terheltük a routert. Az alapkonfigurációnál nem kezeltük a már felépített kapcsolatokat, illetve a fast tracket se kapcsoltuk be, tehát kvázi ledoszoltuk szegény routert, az összes csomaggal foglalkoznia kellett az összes szabálynak. Látjátok, minél több szabályt vettünk föl, így exponenciálisan csökkent az átvitt adatnak a mennyisége. Míg hogyha a fast tracket bekapcsoltuk, akkor pontosan mindig 1,5 gigabit per szekundumot tudott áthajtani magán a router. Köszi, Gergő! Neked esetleg valami hozzáfűzni valód? Igazából szerintem jó helyre pozícionáltuk ezt a routert, amit elvártunk tőle, azt teljesen tudta, így, hogy semmilyen VPN-t nem kell kezelnie neki, több mint elegendő ez egy otthoni vagy egy kis irodás használatra. Hát itt a VPN-nél jönnek majd a kérdések igazából, illetve ott lesznek érdekesebbek a mérési eredmények. Geri, megosztanád a VPN-es tapasztalatainkat? Igen, mint ahogy ezt korábban mondtuk is, hogyha a VPN kritikus alkalmazás az adott routernek, illetve azon a területen a routert használnánk, akkor nem biztos, hogy ő lesz a legjobb választás. Mert mondjuk például még egy L2TP VPN-nél 857 megabitet simán áthajt magán, viszont hogyha erre ráhúzunk egy IP-szekes titkosítást, hiába van benne hardware-es IP-szek titkosításhoz alkatrész, akkor ez 126 megabitre visszaesik. Valamint ugye azt tudjuk, hogy RouterOS 6-os verziónál az SSTP és az OpenVPN csak egy processzormagot használnak, tehát hiába egy 4 magos processzor van benne, ennek csak egy magja tudja kezelni az egyéb fajta VPN-eket, és hát ott azért ugye a képen látható számok is mutatják, 26 és 25 megabitet tudtunk összesen a két VPN-nél elérni. Még egy normál, úgymond plain IP-szek konfigurációnál 186 megabit volt, hogyha használtuk a hardware-es gyorsítást, és azért kipróbáltuk hardware-es gyorsítás nélkül is, hát ott azért 38 megabitet tudtunk összesen elérni, és a CPU-t is egy jó 20%-kal intenzívebben pörgette a forgalom. Úgyhogy arra mindig figyeljetek, hogy ha IP-szeket konfiguráltok, akkor a MikroTik oldalán nézzétek meg az IP-szek és a router kompatibilitási mátrixot a hardware-es gyorsításhoz. Na, kiveséztük a hexest. Köszönjük figyelmeteket. Hogyha lenne, lenne bármilyen hozzáfűzni valótok, véleményetek, ne tartsátok magatokban, kommenteljetek. Az infoboxban rengeteg egyéb infót megtaláltok, meg a weboldalunkon is, ugye az adott router méréséhez. És nagyságrendileg egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!